Már nyírják a füvet és készítik a felfestéseket az arizonai State Farm Stadiumban, hogy minden tökéletes legyen a vasárnapi 57. Super Bowlra. Idén a Kansas City Chiefs csap össze a Philadelphia Eagles-el, a játékosok már hétfőn leszálltak Glendale-ben. A meccs rendkívül izgalmasnak ígérkezik, hiszen mindkét csapat nyert Super Bowlt az elmúlt 5 évben, sőt a Kansas-iek 4 éven belül harmadjára jutottak a döntőbe. Megérdemelten, hiszen 23 mérkőzésükből 20-at meg tudtak nyerni. Az Eaglesnek is jók a mutatói, 4-szer játszottak már a trófeáért, ebből 2-szer az utóbbi 6 évben. A fogadóirodák a Chiefs győzelmét várják, már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy Boca Fica ma sem állíthatja meg a liga egyik legértékesebb irányítóját, Patrick Mahomest. A mindössze 27 éves szupersztár 41 touchdown passzt adott az alapszakaszban, ezzel ő lett a legeredményesebb posztján. Ha nem lettek volna olyan színes bőrű sportolók, akik ledöntik a falakat, például a baseballban, akkor én sem lehetnék itt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy eljutottam idáig, és egy másik remek csapat ellen játszhatok, nyilatkozta Mahomes. A philadelphiaiak irányítója Jalen Hurts ugyanakkor nem birkózott meg válsérülésével. A szezon elején még 66%-os pontossággal passzolt, de a konferencia döntő előtt úgy tűnt, hogy nem talál magára. Aztán a San Francisco elleni meccsen 29 yardos paszt adott, és az Eagles 31-7-re simán nyert. Bár a döntő csak vasárnap lesz, már az egész világ készül az év legnézettebb és legnagyobb show műsorára. A hivatalos nyitóestével elkezdődött a Super Bowl hét. A hatalmas ünnepségen foci csillagok tűzték fel a szamár farkát, és pompomlányok táncoltak mindenfelé. Már azt is tudni lehet, hogy idén Rihanna lép fel a halftime showban. A 34 éves barbadoszi énekesnő 2019-ben egyszer már visszautasította a felkérést. A Super Bowl magyar idő szerint február 13-án éjjel 12:30-kor kezdődik.